Rögzítették a Giro d'Italia nagykanizsai szakaszának útvonalát a kerékpáros versenyt szervező Olastába a múlt héten a városban egyeztetett egyebek mellett erről, valamint a várható műszaki beavatkozásokról. Radics Bálinta a Giro nagykanizsa 2020 referense a Kanizsa TV kérdésére elmondta, az már biztos, hogy a Kalmár utcai körforgalom egy részét csak a verseny idejére elbontják. A sajtóközpontot a Hevesi Sándor művelődési központban alakítják ki, a díjátadó pódiumot pedig a HSMK és a Deák tér feletti célvonal közé építik. Igazán konstruktív megbeszélés zajlott, aminek eredményeképpen meghatározásra került a végleges nyomvona. A mezőny a Balaton irányából a hetes főúton érkezik Nagykanizsára, és az elkerülő szakaszon keresztül egészen a Camping utcáig tekernek, a camping úton átvezetve a Vár utca és a Király utcai körforgalmon keresztül a Deák fölött a bankpalotánál kerül meghúzásra a befutó.